Köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Ma a stúdióban két vendégem van, a Szolvév zenekarnak két tagja, két gitárosa, Huszár Ádám és Gócán Gábor. Üdvözöllek benneteket itt a stúdióban. Hello, szia, üdvözöljük a nézőket. Hát az is az apropója ennek a beszélgetésnek, hogy nem olyan sokára itt Székesfehérváron fogtok koncertezni, de én már régóta szerettem volna egy kicsit beszélgetni veletek így a zenekarról. Már régóta figyellek benneteket, illetve hallgatom a zenéteket is, úgyhogy ez egy ilyen ismerkedés is lesz, hogy kicsit többet tudjanak rólatok majd meg a nézők. Hát kezdjük is azzal, hogy ugye Huszár Ádám alapította a Fodor Mátéval együtt ugye a Szolvév zenekart már több mint 10 évvel ezelőtt. Ugye? 2006-ban. 2007. Igen. Azóta azért már sok mindent változott, ugye egy felelés, de egy kicsit, hogy az alapításról tudnál nekünk mesélni, hogy milyen volt, hányan voltatok, milyen zenét játszottatok akkor, milyen nyelven énekeltetek? Hát alapvetően ugye úgy indultunk, mint minden amatőr zenekar, tehát hogy hatalmas tervekkel, hogy most rockstárok leszünk, és hát ebből akartunk megélni mindig. Tehát ez mindig is így volt, hogy alapvetően célkitűzés az mindig volt. Tehát sose az volt csak, hogy így hobbi szinten, hanem mindig is komoly tervekkel voltunk, vagy gondolkoztunk, és hát nyilván aztán cserélődtek a tagok, akiket nyilván más irányba vitt az élet, de mi a Mátéval kitartottunk, és akkor tudtunk szerezni most az elmúlt 4 évben, vagy három éve vagyunk ebben a felállásban. 2015 vége. Igen, olyan embereket, akik szintén úgy gondolkodnak, mint mi, és azóta ez a formáció, ez megvan. Gábor, te mióta vagy tagja a Szolvév zenekarnak? Én voltam az utolsó csatlakozó, úgyhogy én 2015 vége óta. Ismertük egymást a srácokkal, már jó ideje. Vas megye, nyilván ez minden térségben megvannak, hogy kik a zenekarok, és hogy miben utaznak, ismertük egymást. A jelenlegi dobosunkkal meg együtt zenéltem évekig, tehát nem is tudom, 5-6 évig előtte. És amikor volt ez a komolyabb elköteleződés Szolvév oldalról a többieknek, akkor keresett meg minket az Attila, mint a dobosunk, hogy nem akarnék-e menni, és hát mondom, de persze, csináljuk, és azóta így működünk. És ugye te basszusgitáros vagy. Igen. A zenekarban, előtte a többi zenekarban is basszusgitáros voltál, vagy más? Nem, volt egy olyan formáció, mert előtte azért volt mindenféle próbálkozás, volt egy olyan formáció, ahol basszusgitároztam is, de egyébként gitároztam, meg énekeltem. Aztán így meg egyébként annyiból, hogy Attilát ismertem, és mondta, hogy basszusgitárra kéne jönni, mert mondom, tök jó, őt ismerem legjobban. Azért úgy ez a kettő nagyon csak a ritmus szekció, és kiegészíti egymást, úgyhogy legalább ilyen téren könnyen kezdtük el a munkát, de hát aztán utána meg könnyen egymásra hangolódtunk a többiekkel is, úgyhogy... És egyébként működött. Talán a személyedhez is kötődhet, hogy amikor te beléptél, hogy onnantól kezdettek igazából a nagy sikerek, nem így a Szolvévban az életében? Kicsit fordítva volt, mármint először volt, hogy a Szolvév lemezszerződést kapott, és akkor mondta a korábbi basszusgitáros, hogy ő ezt már nem akarja, ő családdal akar foglalkozni, és ő már nem tud ennyi időt belefetszölni ebbe, és akkor kerestek meg, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy én ezt vállalnám-e, és akarom-e, és hát én akkor fejeztem be egyébként a sulit, mondom, soha jobbkor, csináljuk. Egyébként Ádám, így az alapítás óta mennyi minden változott, így hát nem csak a tagok cserélődtek, ugye, hanem azért a zene is változott nyilván. A zene is változott, hát angol nyelven énekeltünk, vagy hát a Máté, és ez most már annyiba változott, hogy most már magyarul, és az első ilyen dalunk egyébként a Szélcsend volt. És hát, az siker is lett egyébként, szerintem elég. Igen, az volt az első sikeres szám, amit a Petőfi Rádió is játszott. Tehát amit először így országos szinten. És egyébként, hogyha meg kell fogalmaznotok, hogy milyen típusú zenét játszotok, akkor mit mondnátok, mert azért annyira már nem csak a rock, ugye, hanem hogy úgy milyen zenét játszotok, fogalmazzátok meg. Pop-rock? Igen, akusztikus, alternatív, pop-rock, country, minden van benne. Tulajdonképpen annyira mosódik össze mindenhol máshol is, hogy milyen műfajokból építkezik, hogy szerintem most már felesleges ezt nagyon skatujákba rakni, mert nagyon változó. És mi magunk is változunk közben. Megnyitottak is, a zene is vagyunk úgy, más hogy... műfajokra. Tehát. Igen, így működik. Tény, hogy az eredeti Szolvévhez képest ez már egészen más, de ennek megvan az evolúciója.
Igen, megvan a fejlődése, hogy hogyan jutottatok el idáig. Uh-huh. Ugye mondtad a countryt is, a Kalandor az ilyen country-szerű, vagy country-s dal, vagy nem tudom. Uh-huh. Tehát olyan szerű hangzása van, és azzal egy igazán átütő sikert értetek el 2 évvel ezelőtt, picivel több, mint 2 évvel ezelőtt. Azt az időszakot, hogyha így el tudnátok mondani nekünk, hogy ez milyen volt, amikor itt tényleg az egész ország hát megismer benneteket. Hát ugye a dallal kezdődött ez, amikor nem egészen. Még előtte volt, azt minden országos rádió felkapta, és az tényleg folyamatosan ment mindenhol, ja, és igen. Utána került be a dalba. De az volt az, hogy mondjuk a Szélcsenddel kezdődött eleinte, ami eljutott, azt mondom, hogy tényleg nagyon sok emberhez, de ahhoz képest a Kalandor az így Szélcsend, Kalandor, tehát hogy az tényleg mindenkihez. És akkor utána jött a megkeresés a dallal, ahol átadom a szót neked, ja, folytasd. Lejutottunk, bocs, igen, és tartottunk. A közönség szavazattakkal lejutottunk a döntőig. Egyébként annak a klipje, meg ugye a hangzások minden, szerintem ilyen nagyon megfogó volt. Tehát így, aki rákattintott a dalokra, mondjuk én is, rákattintottak, hogy milyen dalok indultak akkor, akkor azért ez egy ilyen megfogó történet volt. Így a klippeknél egyébként hogyan működtök? Tehát, hogy ti találjátok ki, hogy mi legyen, vagy ezt előre van egy cég, akivel szerződésben álltok, és ő találja ki? Dolgozunk stábban, egy adott stábban, és akkor közösen ötletelünk. De hát nyilván a rendező, aki a fő ötletet adja, és akkor azt így átbeszéljük. És akkor egész nap forgattok? Vagy az egynapos történet körülbelül, igen. Hát talán ilyen egynapos sztorik, igen, ezek a forgatások. Ugye ti mióta így nagyon ismertek lettetek, szerte az országba koncerteztek. Uh-huh. De körmendiek vagytok, illetve te Sárvári vagy, Ádám körmendi, Máté körmendi. Feri is körmendi. Attila Szombathely, tehát mondjuk egy helyen vagytok. De hogy ott Vas megyében vagytok, uh-huh. Hogy ez mennyire nehéz onnan járni az egész országban koncertezni? Korán kell indulni. Hát meg de például... Épp annyiban nehéz, amennyiben könnyű, mert nyugati ország részen hamar ott vagyunk, keleti ország rész meg több, szerintem azért kiegyenlíti egymást a kettő. Előző héten hazaindultuk Debrecenből, úgyhogy... Igen, ilyenek vannak. Már hogy a koncert után haza is indultatok? Igen. Tehát ilyenkor nem szálltok meg valahol, vagy nem? Általában igen, de... most úgy jött ki a lépés, hogy jöttünk haza, de hát ilyenek vannak, mármint ez szerintem mindenkinél előfordul, hogy menni kell. Ti vezettek egyébként, vagy van egy sofőrötök, aki vezet, ti pakoltok elő a koncerteken, vagy már van egy csapat mögöttetek, aki ebben részt vesz? Hát a csapatunk az épül, tehát sofőrünk van, de természetesen segít minden mással is, meg nagyon szeretjük őt, mert jóba vagyunk, őt is régóta ismerjük egyébként. Jön velünk hangosító, világosító, turnémenedzser, és országúti igazságosztó. Igen, és folyamatosan épül a csapat, egyre gördülékenyebben megy, de hát természetesen azért nekünk is, tehát pakolunk mi is ugyanúgy, fel, le, és nekünk is megvan a melónk azzal is, hogy odaálljunk a színpadra, nem csak annyi, hogy felsétálunk, és akkor kész, mehet, hanem azért dolgozunk vele mi is. Ugye egy kiadó áll azért mögöttetek, ő mennyire szervezi mondjuk így a koncertjeiteket, vagy mennyire szól bele akármibe, akár klipforgatásba, vagy bármibe, mennyire van szabad kezetek? Szerintem teljesen jó az együttműködés, és van szabad kéz, tehát összeműködünk, tehát ők is mondanak valamit, mi is mondunk valamit, és abból lesz valami egy egész. Tehát nincs az, hogy konkrétan ők most megmondják, hogy merre menjünk, hanem mindig megbeszéljük előtte. Ezen kívül egyébként van 2 koncertszervezőnk, és akkor ők hozzák a koncerteket. És már ugye el is indultak a tavaszi koncertek, aztán majd egyenek, erről majd fogunk beszélni. Hogyan épül fel egyébként így az életetek? Tehát, hogy van-e munkátok emellett, vagy csak a zenekar? Én speciál rádiózom, és gitárt is tanítok mellesleg, meg ott van a zenekar is, és akkor nagyon nehezen zsonglőrködöm az idővel, hogy mindig mindenre tudjak szakítani eleget. Nem könnyű, de mellette meg úgy vagyok vele, hogy azért jobb, hogyha pörög az élet, mindig van mit csinálni, én ezt szeretem. Aztán ki tudja, hogy mikor lesz túl sok és melyik, de egyelőre nekem tökéletes. Neked, Ádám? Én szintén így vagyok, tehát próbálom az időmet így beosztani. Nekem is van még munkahelyem egyébként. És a csapat többi tagjának? Hát Feri az egyedüli főállású rockstárunk. Ő úgy döntött, hogy erre koncentrál, és ezzel foglalkozik.
De egyébként Máté szintén rádiózik, Attila pedig Budapesten dolgozik, és mit csinál pontosan? Fogalmam média felületeket vásárol. Mi a hivatalos megnevezés, azt nem tudom, valami de egy ilyen média ügynökségnél dolgozik. És hogyan kell elképzelnünk egyébként a, hát így a próbákat? Tehát milyen sűrűséggel tudtok ti találkozni a zenekartagokkal, hogy hát szülessenek zenék, meg hát hogy gyakoroljatok? Hát ugye a turné alatt nem próbálunk sokat, mert olyankor a koncertek a próbák igazából, és olyankor benne vagyunk a mozgásban. Turné előtt szoktunk próbálni. Tehát most elkezdődött a tavaszi turné, most volt is 2-3 próba előtte. Na, még összerakjuk az új anyagot. Nyilván ilyenkor próbálunk a számlistán is változtatni, illetve ha van új dal, akkor azt próbáljuk össze, és betesszük a már régi számok közé, amiket játszottunk, és akkor így szokott lenni. De hát amikor nagyon nagy a turné és mozgás van, akkor nem vagyunk annyira próbálós zenekar. Akkor a koncerten próbáltunk. Így hát van, az túlzás, hogy a koncerten próbálunk, mert ahogy Ádám mondta, azért az turné előtt összerakjuk a műsort annyi rugalmassággal, hogy helyszíntől függően lehessen változtatni. De mellette meg vannak olyan dolgok egyébként is, amit egy próbateremben, egy steril, lezárt dobozban úgymond nem lehet letesztelni így se, úgy se, úgyhogy vannak azok a dolgok, ami csak koncerten derül ki, és hogyha tényleg olyan dolog van, amit máshogy nem tudunk korrigálni, akkor ha fogakat összeszorítva is, és mindenféle időbeosztást felrúgva, de akkor ugye muszáj elmenni és rendbe rakni ezeket a dolgokat. Szerencsére nem sűrűn van ilyen. Tényleg turné előtt azért igyekszünk úgy felkészülni, hogy ez egy nagyon egyben levő anyag legyen, és azt tudjuk elvinni. És akkor ezt úgy kell elképzelnünk, hogy így este próbáltok, vagy napközben, vagy reggel is, este is? Hány óra egy ilyen találkozás? Hát hány óra, az nagyon változó, de ez általában ilyen szinte teljes napos történetek, és akkor nyilván a munkahelyek miatt. Akkor mondjuk hétvége? Hétvégente vannak azok, hogy akkor menjünk, és reggeltől estig mehet, és hogyha kész vagyunk, akkor jöhetnek a koncertek. Hogyan kell elképzelnünk a zenealkotás folyamatát? Tehát hogy hogyan születnek a dalok? Sokat beszéltem. Ádám, kérlek, vállalj te is valamit. Hát ugye Máté írja az alapot, meg a szöveget is, és akkor ehhez mi nyilván hozzárakjuk a kis dolgainkat, és akkor így lesz egy nagy egész. Szóval hogy meghallgatjátok, hogy mit hozott, és akkor még otthon ti meghallgatjátok, és még így hozzáteszitek, amit ti a saját... Például, vagy próbateremben. Igen, meghallgatjuk, de főleg igen, ez próbatermi alkotás, szóval megvan a váz, Máté ezeket hozza, küldi nekünk, meghallgatjuk, és akkor próbateremben, mire oda megyünk, mindenki ötletelt rajta, hogy mit és hogyan, és akkor ott elkezdjük gyúrni az egészet, és a végén kijön belőle valami, vagy nem, mert ugye van az a verzió is. De hát van olyan szám is, szerencsére, amit elengedünk. Tehát. Igen, tehát hogy így elkezdődik valahol, és aztán szóval, hát van olyan, amit tudni kell. De van olyan, amit kell, elengedünk, mondani, és nem. Visszahozzuk, itt később ilyen is volt, ja, és persze. Akkor úgy áll össze. Recept az nincs, mert nincs hát, konkrét. Hogyha lenne, meg hogy hogyan születnek igen, dalok, akkor ezt gépek írnák. Úgyhogy... De én azt akartam kérdezni éppen, hogy mert azért már nem egy slágert írtatok szerintem, tehát hogy most már nem egy slágeres szerzők vagytok, hanem többes. Tehát hogy így érzitek előre, hogy melyikből lesz majd esetleg sláger, melyiket szeretik jobban majd? Nem. Szerintem erre műfajban? Tehát mert azért most ugye kijött egy új klipetek a Diazzal, ez teljesen más szerintem, mint az eddigiek. Igen. Tehát hogy így erre, hogy melyik stílus szeretik jobban az emberek, így se gondolkodtok, hogy... Nincs sok értelme. Volt olyan, amire azt hittük, hogy őrületes nagy bum lesz, és mindenki megörül majd érte, és mindenhol ez megy. Aztán nem lett így. Mellesleg volt olyan is, amit meg úgy kezdtük el, hogy pörgős, tök jó, koncertre való, ez nagyon jól fog menni, de nem vártunk tőle sokat, mondjuk rádió, YouTube, stb. Szinten, és mégis olyat ment, amire nem számítottunk. És erre tényleg nem lehet azt mondani, de egyébként se műfaj, se tempó, se semmilyenben nem lehet bekorlátozni, hogy ez lesz a jó, ez meg nem, mert ez így nem működik. De hát ez benne a szép, hogyha ez ilyen könnyen menne, akkor mindenki folyamatosan slágereket írna. Igen, érdekes ez egyébként, hogy amikor a hálószoba megjelent például, ez nekem annyira olyan volt, amikor bemutattátok a rádióban, hogy na hát ezt majd mindig fogják, és nem. Tehát, hogy így
Pedig aztán nem az tudjuk. Egy tényleg egy pörgős, igaz, hogy kicsit másabb, mint az előzőek, de hogy azért... Koncerten az egyik legjobb. Amúgy igen. De hát ez meg akkor, tehát nem keseredünk el, hogy akkor ez nem ment annyit. Tényleg koncerten az egy nagyon pörgős valami, nagyon szereti a közönség, hála Istennek, úgyhogy akkor ott hasznosítjuk főleg, mert ugye azért a kettő nem ugyanaz, egy stúdió felvétel meg egy koncert, és általában működik. Hogyha egyik helyen sem működik, akkor kikerül a repertoárból és vége. Ugye most mondtátok, hogy tavaszi, hát én is mondtam, hogy tavaszi koncertezés indult el. Ugye most sorra mentek végig az országban, ugye hozzánk is jöttök. A közösségi oldaltokon szerintem tudnak majd tájékozódni a kedves nézők, hogy mikor lesz a koncert, és hogy hol lesz, és hogy lehet jegyet kapni rá. Szóval amit akartam kérdezni, hogy így mondtad is, hogy a playlist azért szokott változni. Az hogyan változik? Tehát, hogy azt hogyan alkotjátok meg? Minden turnéról turnéra változik egyébként, hogy milyen dalokkal hogyan szerepeltek? Uh-huh. Az változik. Hát próbáljuk. Hát ugye mondjuk új intrónk van például. És akkor a tavaly volt, tavaly még régebbi intrónk volt, ugye? Uh-huh. Most lett új. És akkor mondjuk ahhoz mérten, mondjuk mi legyen az első szám, hogyha van egy új intro, hát felvezető. Vagy egy ilyen, vagy a például. Másik, hogyha azt érezzük koncerten, hogy mondjuk itt volt egy olyan három szám, ahol közben esetleg kicsit kevésbé vontuk be a közönséget, akkor azt vagy igyekszünk úgy módosítani, hogy több interakció legyen közönséggel, vagy megcseréljük másik számmal. Ez mindig koncertről koncertre változik, aztán amikor úgy érezzük, hogy megvan a jó, akkor ezt visszük egy darabig, másrésztről viszont azért úgy mondjuk tavasz-nyár és ősz-tél, mert tehát hogy ez így két időszak, arra általában igyekszünk megújulni, hogy ne legyen egészen ugyanaz. Meg hát elég termékenyek vagytok, mert azért születnek az új dalok, és ezekhez az új dalokhoz egyébként általában most már születnek klippek is, de hogy melyik dalhoz készítetek klippet, az mitől függ? Ez egy nagyon jó kérdés. Általában ez úgy néz ki, hogy megvan mondjuk 3-4 dal, ami készülőben van, és akkor a kiadóval egyeztetünk, hogy mi mit gondolunk olyannak, ami erős lesz, ők mit gondolnak annak, aztán vagy így lesz, vagy nem. És a közönség majd eldönti. Hát ez meg a másik, igen, hogy azért szoktuk tesztelni ezeket koncerten is. Nem minden esetben, de tényleg így működik, hogy azt megpróbálunk ráérezni, hogy mi az, ami menni fog, mi az, ami nem. Van, hogy fordítva van. Például a Kalandornál, annál emlékszem, hogy az volt, hogy már ment rádióban, és nem tudom, streaming oldalakon fent volt, de mindenki, hogy na most akkor ez mi és hol van, és miért nincs YouTube-on, és akkor ilyen nagyon hirtelen az volt, hogy jó, akkor most azonnal szólni kell a stábnak, csinálni egy klippet, és nagyon jól sült el, mert hát egy kicsit úgy húztuk a mézes madzagot, egyébként tudtunkon kívül, nem ez volt a terv, csak az lett belőle, hogy már mindenki kereste, hogy mi történik, miért nincs ennek klipje, vagy legalább valamilyen videó a YouTube-on erről, és amikor kijött, akkor meg tényleg az volt az első olyan nagy durranásunk nekünk, hogy nem akartuk elhinni, hogy ezt ennyien keresik és ennyien nézik. És már mennyien megnézték, mert már több mint 5 millióan, már 6 millió fölött is van. Tehát azért az egy elég magas szám, uh-huh. és ugye az új dalaitokat is azért egyre többen, hát most az Elengednélekről beszélek, uh-huh. hogy az is azért szépen, annak a nézettsége is szépen növekszik. Így az Elengednéleket ugye a Diazzal készítettétek, uh-huh. erről az egész együttműködésről kérdeznélek benneteket. Hát Diazz Körmendi, úgyhogy én itt átadom a szót, mert ez nagyjából még onnan indult ilyen x évvel ezelőttről. Hát igazából a Feri volt vele úgy, hogy zenéltek is közösen, ha minden igaz, még a Ferinek a régi próbatermében, még mielőtt a Diazz Well Hello-t megalapította volna, és innen volt a kapcsolat. És ugye voltunk a Well Hello-val közös turnén is. És hát egy éve, másfél éve volt körülbelül, hogy elkezdtünk erről beszélni, hogy legyen egy ilyen közös dal. És hát kellett hozzá másfél év, hogy így egymásra találjunk, de ez most így elérkezett is. Érdekes egyébként ez az Elengednélek, hogy itt azért a Diazz rappel. Tehát, hogy ugye a Fluor szokott általában rappelni, ő meg ugye énekel, vagy nem tudom, én eddig ilyen dolgokat hoztam tőle. És akkor most ugye azért picit másabb a felállás. Hát úgy néz ki, hogy a Diazz ugye régen rappelt, és a Well Hello, amikor azt megcsinálták, azóta főállású énekes,
És most gondolom, tényleg egyébként az időbe telt, ahogy Ádám is mondta, hogy összejöjjön, hogy mi lesz az, ami úgy Solveig is és Diaz is, és saját maga, tehát hogy nem is Velhelóként készült ez a dal, hanem Diazként, és ő saját magát azért rappernek is tartja továbbra is, és gondolom most úgy volt vele, hogy ez egy tök jó lehetőség, hogy akkor megint tud rappelni is, és örülünk is, hogy belerakta, mert sokan mondták is, hogy de jó Diazt újra így hallani. Is. És az alkotás, arra mit tudhatunk mi? Hogy együtt írták a Mátéval, vagy mindenki megírta tényleg így a külön, aztán össze fésültek? Nem, együtt, ez abszolút. Tehát együtt ültek le és alkották. Aha, igen. Hát azt hiszem, hogyha, ha jól tudom, akkor a Mátétól indult el az alapötlet, de aztán onnantól meg nehéz megmondani, hogy ki mit és hogyan tett hozzá, ezért folyamatosan ment ennek az előre görgetése, és akkor, mint így a hógolyó, egyre nagyobb és teljesebb lett, és amikor kész lett, az már a végeredmény, azt meg lehet tekinteni, hallgatni, és ez lett belőle. És a koncerten mire lehet számítani egyébként? Viszitek magatokkal a Diazt, vagy ezt hogyan képzeljük el ezt a dalt? Hát azért Diazt, ez nem olyan egyszerű, csak magunkkal rántani, hogy gyere, koncert van, mert lesznek volt, amikor olyanok. Együtt jártatok egyébként, tehát hogy az előzenekaruk voltatok, aha, és igen. Akkor, de hát most nyilván már nektek van előzenekaratok. Igen, Diaz egyébként, amikor úgy van, lesznek olyan koncertek, ahol eljön és előadja, de azt nyilván nem várhatjuk el tőle, hogy most minden koncerten jöjjön. Itt Máté viszi az oroszlán részét a számának, úgyhogy koncerten őt is lehet hallani, rappelni is, mert képes rá. Az most kiderült, és egyébként szerintem nagyon ütősre is sikeredett a színpadi verziója is az egésznek, mert ugye azért ez erősen elektronikus, meg nagyon érezni benne a Diazt is, és ennek ellenére, vagy hát ezzel együtt, azért mégis nagyon jól sikerült ezt megcsinálni egy ilyen nagyon hangszeres verzióra, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó élmény, úgyhogy el kell jönni a koncertre meghallgatni. Igen, mert akkor ez egy meglepetés, hogy teljesen más, mint a klip, vagy amit hallottunk. Aha, igen. Még egy valamiről nem kérdeztelek benneteket, ugye tavaly kaptátok meg a Fonogram díjat, most adták át, nem olyan régen, hogy az idei díjakat, de hogy a tehetség, az ifjú tehetség, vagy nem tudom, kategóriában kaptátok meg. Mit jelent nektek az, hogy egy ilyen szakmai elismerést kaptatok azért? Hát elég fiatalon. Hát köszönjük szépen a szakmának. És a közönségnek. Mármint, és főleg a közönségnek, így. Nyilván ez úgy néz ki, hogy ha a közönség nem karolja fel az embert, akkor a szakma szeme előtt sem tűnik fel. Úgyhogy igen, nyilván a Fonogram az egy szakmai díj, de a közönség nélkül az sem egy. És hát annak örülünk nagyon, hogy elismerik a munkát, és úgy vagyunk vele, hogy egyébként meg próbálunk méltóak lenni hozzá. Ugye már beszéltünk a tavaszi koncertekről, de így a nyárra tekintve vannak már ilyen nagyobb fesztiválok, amiken ott lesztek? Hát próbálunk így a városi fesztiválokra eljutni, ahova csak tudunk, és megyünk Erdélyben is egyébként, hogy ott is lesznek koncertek, azt egyébként nagyon szeretjük. Ott gondolom, hogy azért sokan szeretnek benneteket. Igen, egyébként jók a visszajelzések. Tehát meg a nyár az egyébként alakul nagyon jól. A szervezés alatt van minden. És nagyon bővülnek a dátumok, tehát hogy azoknak a száma az folyamatosan, minden nap egyre több, hála Istennek, és tényleg szerencsére ezzel nem nekünk kell sokat foglalkozni, úgyhogy ez folyamatosan nézzük mi is, hogy mik jöttek be újak, de egyébként most már kezdünk nagyon tele lenni, de hát a nyár az erről szól. Igen, meg hát tényleg a fesztiválokról, hogy a nagy fesztiválokon azért ti ott szoktatok lenni. Valamikor egy kicsit kisebbe, aztán egy picit nagyobb, tehát hogy most lehet, hogy tényleg egy nagy színpadot fogtok megtölteni. És... Volt már egyébként nagy színpad. Ez is olyan, hogy azért abból a szempontból nehéz, hogy a nagyobb vagy a kisebb színpad a jó, hogy szerintem inkább idősebb függ, de persze azért a színpadtól is függ. Nehéz ezt megmondani, de ezt tényleg intézzék a szervezők, a fesztivál szervezők, hogy miért és mikor és hova raknak minket, ezt valószínűleg ők jobban tudják, mint mi. Úgyhogy ez így van, most is tényleg szervezés alatt vannak a dolgok, de készülünk mi legalábbis lélekben és műsorral a nyárra. És nekünk is van egy nagy fesztiválunk egyébként itt Fehérváron, ahol már tavaly voltatok, lehet, hogy idén is jöttük, ezt már nem lehet tudni, viszont most nem olyan sokára lesz nálunk egy
kisebb létszámú, kisebb kapacitású teremben, de egy igazi koncertetek lesz, úgyhogy majd azt a nézők megnézhetik a közösségi oldalatokon, hogy hol lesz ez egészen konkrétan és hány órakor. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és körmendről elutaztatok ide hozzánk Székesfehérvárra, hogy beszélgethessünk. Nagyon szépen köszönjük. És akkor kedves nézőink, tényleg a Soulwave zenekarnak a közösségi oldalán lehet tájékozódni, hogy hol lesznek koncertjék, nem csak itt Székesfehérváron, hanem szerte az országban. Nagyon szépen köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!